Tudományos és fantasztikus élményekre vágysz? Akkor csatold az öveket és lépj be hozzánk a Parallaxisba! Üdvözlünk a Parallaxis univerzumban! Benne a Tilos Rádió, és benne a Szokolébresztő. Jó reggelt kívánok! Ez itt valóban a Tilos Rádió, a 90,3 MHz-es frekvencia modulált sávon, benne pedig a Szokolébresztő című műsor, az űrös műsor, tehát mindig figyelni kell, hogy ezt jól tagoljam. Az én nevem Dr. MZ per X, vagyis Vince Miklós, és nagy örömömre szolgál, hogy az online kapcsolat révén itt van a vonalban nem más, mint Bodó Zsófi, vagy Dr. Bodó Zsófi a helyesebben, aki Münchenből jelentkezik be, és mindjárt mesélek róla néhány szót, de előbb nézzük meg, hogy hallatszol-e, Zsófi. Hallatszol? Hallatszok. Szerintem tényleg hallatszol. Persze, igazából ez egy felvételadás, tehát ezt most csak úgy eljátszuk, mert már mi beszélgettünk vagy 10 perce, tehát a kedves hallgatóink ma sajnos nem tudnak betelefonálni. Ennek olyan prózai oka van, hogy amikor ez az adás megy, akkor én éppen záróvizsgáztatom szegény BSC és fizika szakos hallgatókat, akiket így a rádión keresztül is üdvözlök, és minden rendben lesz, nem eszünk embereket. Na, de tehát, hogy ez egy felvétel, egy konzervadás, 2 nappal korábban vesszük föl. Bodó Zsófi azért lett a mai adásnak a vendége, mert hát ő is egyike azon körülbelül gyerekkorom óta ismerős ismerőseimnek, akiket még a Magyar Asztronautikai Társaság űrtáborából ismertem meg, vagy hát ismertük meg egymást, vagy gimnazista korunkban, és aztán Zsófi mindenféle kitérő után ugyan, de ő maga is, persze őt is a végzetnek ő se tudott ellenállni, úgyhogy hát ő maga is űrtevékenységben dolgozik, tehát jelenleg konkrétan éppen ugye, mint mondtam, Münchenben, és aminek a fejlesztésében, illetve a működtetésében részt vesz, az nem más, mint a Galileo műholdrendszer, ami az, hát lényegében az európai GPS, ezt majd mindjárt elmondja Zsófi, de még annyit szeretnék elmondani, hogy én szerintem, de javíts ki, a tévedek, nagyjából a 2000-es évek legeleje óta ismerjük egymást, akkor konkrétan az ilyen hozzám hasonló kockák országszerte irigykedtek rád, ugyanis egyike voltál annak a 2 szerencsésnek, akik a Red Rover Goes to Mars, vagy valami hasonló nevű pályázat keretében kimehettek Amerikába, ahol a JPL, a Jet Propulsion Laboratory irányító központjában ott megnézték, hogy hogyan irányítják a Mars szondát, és konkrétan javasolhattak olyan területet, amit lefényképezett a Mars szonda a Mars körüli pályáról, és hát ugye, jól emlékszem, ez mikor volt? 2000? 2001? 2001 és 2002-ben volt ott 2 pályázat. Igen. És az a legviccesebb csavar a történetben, hogy tavaly találkoztunk Zsófival, és akkor ő akkor tudta meg tőlem, amit én is csak 1 héttel korábban tudtam meg, hogy az a Mars felszínéről készített műholdkép, amit ők rendeltek el, ami ugye konkrétan te döntötted el, hogy melyik részt fényképezze le szerintem az ADCS, vagy nem is tudom melyik Mars szonda. A Mars Global Surveyor. Global Surveyor, igen. Szóval, hogy az a fénykép tartalmaz olyan furcsa követ, amiről utóbb kiderült, hogy alig, hanem egy marsi meteorit. Tehát az első olyan műholdkép nektek köszönhetően készült el a Marsról, ami egy Mars felszínére becsapódott meteorit darabot ábrázol. És az a legviccesebb az egészben, hogy te erről nem is tudtál, ugye? Ezt jól emlékszem, hogy ezt tőlem hallottad meg, hogy ott, vagy volt? Hát szerintem, tehát valami ilyesmi volt. Tehát ugye 2001-ben akkor elmentünk ott nem is tudom, melyik volt a Mars Global Surveyornak, melyik űrközpont, a Johnson talán Space Center. Ja, aha. Tehát, hogy ott Pasadénában. De most az lehet, a Jet Propulsion Laboratory. Igen. És akkor ott 3 képet is csináltunk, és akkor az egyik képen megjelentek ilyen kis pici fekete maszatok. Aha. És hát ilyen nagyon-nagyon érdekes volt, tehát, hogy nagyon elütött maga ezeknek a köveknek a struktúrája, így az egész képnek a hátteréről, és még így meg is jelentek cikkek, hogy ilyen diák tudósok felfedeztek ilyen fura, fekete kavicsokat, és ez aztán szerintem, tehát, hogy így elhalt, és azt nem tudom, hogy pontosan akkor ennek végül is milyen utóélete volt, de tényleg szerintem tavaly volt, hogy akkor így összeértek a szálak. Igen, mert nekem ezt Illés Erzsébet mesélte, hogy az első magyar űrkutató nő ever, ugye? Mert ő már akkor kezdett el űrkutatni, amikor éppen, hogy lettek műholdak, és ő egy konferencián találkozott ezzel az érdekes fekete valamivel, és ott éppen azt fejtegette a szerző, hogy hát ezek a pici fekete maszatok, ezek alig, hanem kívülről jöttek. Na, szóval ezt a kis kitérő sztorit, ezt csak azért, ha tartottam fontosnak behozni, hogy látszódjon, hogy nem ma kezdted az űripart, de aztán utána nem az volt, hogy te célirányosan űrkutattál, hanem elmentél ilyen közgazdasági, meg ilyen irányokba, ugye? Egy ideig talán. És aztán végül mégiscsak, és most már űrtémakörbe szerezted a doktorátust tavaly, ugye? Vagy valami ilyesmi. Kicsit közepesen igaz, de... Na, ennek már örülök. Igen. Tehát alapvetően én szerintem, amikor ugye mi találkoztunk, sőt, egy picit még visszabugrok, tehát hogy nekem az anyukám és az apukám, ők mind a ketten geodéziában dolgoznak, és az anyukámnak még konkrétabb köze is volt az űrkutatáshoz. Ő egyébként ilyen műholdaknak a lézeres távolságmérésével foglalkozott így a 80-as években. Tehát, hogy valahogy ez a mérés, meg geodézia, meg navigáció, ez úgy mindig volt, meg úgy a fejemben volt. És a szüleim révén is, meg egy nagyon jó középiskolába jártam, ahol volt egy nagyon motiváló csillagásztanárunk, és megtaláltam ezt a Magyar Asztronautikai Társaság űrtáborát, ahol rengeteg jó képességű, kedves fiatal ismerős szereztünk, és nekem ott teljesen az volt, hogy hú, én mindenképpen akkor az űrrel fogok foglalkozni, viszont akkor ez még egy nagyon-nagyon-nagyon távoli történetnek tűnt. És sokat gondolkodtam, hogy mi szeretnék lenni, gondolkodtam, hogy csillagász legyek, gondolkodtam, hogy térképész legyek, tehát hogy voltak ezek a mindenféle benyomások így családi, meg az űrtábor kapcsán, és akkor végül informatikusnak mentem el, mert hogy ez egy olyan tágterületnek tűnt, és nyilván hát a műholdaknak azért szükség van informatikára. Ezt gondoltam kis naív 17-18 éves fejjel. Ebben egyébként igazam is lett, csak ugye akkoriban ez még nem volt annyira, tehát hogy én nem láttam annyira megvalósíthatónak. Uh-huh. És egy ilyen nagyon-nagyon gyerekközpontú, meg odafigyelő gimnáziumból bekerültem egy egyébként jó egyetemre, ami hatalmas volt, 5-6% lánnyal, tehát hogy így teljesen ufónak éreztem magam egy közgazdasági gimnáziumból, tehát hogy nekem ott volt a közgazdasági gondolat. Nem tudtam programozni, tehát hogy egy csomó minden így lépésről lépésre egy kicsit elvette nekem az önbizalmamat, és egy picit talán feladtam, tehát hogy volt egy-két olyan év, amikor azt mondtam, hogy hú, ez nekem nehéz, meg hú, akkor ezt most külföldön, meg hogy csináljam, mint csináljam, stb. És de úgy a fülem mögött a kis fiókban azért ez így mindig bennem volt, hogy én azért mégiscsak makacs ember vagyok én, tehát hogy lesz ebből valami, csak azt nem tudtam, hogy mikor és hogyan. És elkezdtem pályázni, ugye akkor arra jöttem rá, hogy most egy külföldi informatikus diplomával elkezdtem az autóiparban dolgozni, Én egyébként egy alapvetően nagyon kíváncsi ember vagyok, tehát hogy az autóipar is egy borzasztóan érdekes dolog volt, elkezdtem önvezető autókkal foglalkozni, ami azért ugye szintén már egy kicsit a navigációhoz kapcsolódik, tehát hogy ez egy elég fontos felhasználási területe mondjuk a GPS rendszereknek. És aztán én igazából már ezzel a gondolattal csináltam meg a doktorit, hogy egy picit megpróbáljam a CV-met úgy fényesíteni, hogy hát megmutassam, hogy képes vagyok én erre. És hát úgy tűnik, hogy abszolút. És akkor innen már végül is CV szempontból, ez már, ugye nem tudom, önvezető autóból, egyszer csak fogtad magad és jelentkeztél a Galileo projekthez, amire lassan ráfordulunk? Vagy, ugye, na el kell, hogy mondjam, hogy a közvetlen oka egyébként annak, hogy most beszélgetünk, az, hogy májusban neked volt egy bejegyzésed az X korábbi nevén Twitter, ami így szól. Még mindig hihetetlen, de most már nekem is van műholdam odafönt. 2 darab, egy hete mentek fel. Na ugye? Na és akkor, és hát igen, és azért ez azt jelenti, hogy az önvezető autók, de tényleg az önvezető autósztori az még nem volt annyira rég a te életedben, és most meg már itt úgy látszik, hogy nagyon, nem csak, hogy úgy érintőlegesen, hanem a kellős közepébe belecsöppentél a műhold biznisznek. Ez így mikor történt, vagy hogy? Oké. Hú, most sok minden van. Az egyik a... tudom, persze, igen, nyilván ezt nagyon össze kell zippelni egy ilyen műsorban. Nem lehet minden kis kitérőt kifejteni. Nehéz műfaj, igen. Nem, egyébként tényleg, tehát, hogy szerintem ott nekem azért tényleg sok-sok éve ott bennem van, hogy én nagyon szeretnék azt, hogy valami, amin a kezem nyoma van, tehát, hogy amin dolgozok, menjen fel. És akkor ez, hogy nekem is van műholdam, nyilván ez nem az én műholdam, hanem ezen azért több száz ember dolgozik, de ez tényleg azért, hát már megbeszéltük, hogy egy nagyon-nagyon irgalmatlan jó ideje ismerik egymást, és hogy nekem azért az már azóta egy nagy álmom volt, hogy ez történjen. Tehát hogy ugye elkezdtem az önvezető autós téma mellett én a doktorit csinálni, ez egy kicsit önvezető autók, egy kicsit ember nélküli repülők, helikopterek, tehát hogy már úgy tendálódtam a repülés felé, és ugye megpróbáltam azt úgy összepakolni, hogy az egyetemnek, tehát ugye a doktorinak azt a részét, amikor én nekem tanítanom kell, amikor én nekem órára kell járnom, azt úgy az első felébe bezsuppolni, és már azzal a gondolattal, hogy én szeretném ezt majd egy ilyen távoli, remote dologként csinálni. És elkezdtem jelentkezgetni, nem egyedül, tehát, hogy, és így alakult, hogy 2019-ben, tehát, hogy így már majdnem 5 éve kiköltöztünk Münchenbe, és én nagyon-nagyon, hát nagyon lelkes voltam, hogy akkor elkezdek jelentkezgetni különböző iparos cégekhez, amivel nem számítottam, az nyilván a koronavírus volt, tehát, hogy ez egy nagyon-nagyon érdekes dolog volt, hogy gyakorlatilag egy ilyen 6-8 nagyon érdekes álláspályázat, meg állásfolyamat, az így másfél héten belül így, mintha ollóval elvágták volna. És így ott ültem, meg ott álltam, hogy így akkor most így, ezt most hogy. Én nem annyira szeretek így ülni és nem csinálni semmit, tehát, hogy közben online segítettem szerkeszteni az első magyar űrrel foglalkozó könyvet, meg egy önvezető autókat tesztelő diákoknak szóló versenyre, egy ilyen szimulátort fejlesztettünk, tehát, hogy nagyon jól elszórakoztam magammal, és egyébként hasznos dolgokat is csináltunk, meg nyilván egy magas légköri ballonos projektben veszek részt, ott is nagyon sokat fejlesztettünk, de hogy ott volt, hogy akkor most így egy kicsit újra kell tervezni, és elkezdtem olyan egyetem, tehát azt tudtam, hogy az egyetem környékén vannak olyan projektek, amiben relatíve könnyű így 0 kilométeresen beleszállni, és írtam egy e-mailt a Müncheni Műegyetem kisműholdas csapatának, hogy sziasztok, én egy doktori hallgató vagyok, semmi közöm nincs a Müncheni Műegyetemhez, de légy szíves, fogadjatok örökbe, szeretnék tőletek tanulni, meg veletek együtt dolgozni. És azt mondták, hogy gyere, jó lesz ez. És én elkezdtem, ugye én irányítástechnikával foglalkoztam, és elkezdtem az ADCS rendszerekkel foglalkozni, tehát az irányító rendszerekkel, és teljesen véletlenül kiderült, hogy ott a műhold kommunikációs, meg a földi állomásos csapat az így kihalt, eltűntek az önkéntesek, és megkérdezték, hogy lenne kedvem abba beszállni, aztán vezetni, és gyakorlatilag én így kezdtem el műhold kommunikációt, meg földi állomásokat tanulni, és ez azért érdekes, mert most jelenleg a Galileo kapcsán én ezen a földi irányító rendszeren dolgozom. De durva. Na figyelj, van az a vicces nevű hely, nem messze Münchentől, hogy Oberpfaffenhofen. Így. Na most ugye azt tudom, hogy az ESA-nak ott van egy irányító központja, de az a Galileónak is ott van? Vagy? Igen, egymás szomszédjai vagyunk. Igen. Aha. Tehát, hogy közösen szoktunk menni ebédelni. Na jól van, az elefánt a szobában az ez a Galileo, mert szegény hallgatók esélyes, hogy egyáltalán nem tudják, hogy mi az, kivéve, hogyha már nagyon régóta meg vannak fertőződve az űrkutatás által. Azt gyorsan tegyük tisztába, hogy semmi köze az ugyanilyen nevű amerikai Jupiter szondához a 90-es évekből, annál inkább több köze van, ahogy már ezt így pedzegetted a globális hely meghatározó rendszerekhez, de légy szíves, eljött az ideje annak, hogy meséld el, hogy egyáltalán mi az a Galileo rendszer, és azt se bánnám, hogyha ilyen szakmabeliként, aki tényleg napi szinten ebben van benne, nyakig, hogy maga a GPS-re, vagy hát a globális navigációs műholdas rendszerek, vagy az amerikait hívjuk szigorú értelemben GPS-nek, talán az általános kifejezéssel tudom, ez a Global GNSS, Global Navigational Satellite System, de minden a hétköznapi életben mindegyiket GPS-nek hívjuk igazából, de hogy ezek érezzük, hogy az életünkben lépten nyomon jelen van ez az egész, meg azt is érezzük, hogy elég ugye pont múltkor volt egyébként egy beszélgetésem egy másik fantasztikus űrkutatónővel, a Bartaverával, aki ilyen napviharok, meg elektromágneses viharok, nagy napkitörések esetén milyen bajokat tudnak okozni, és ugye ott a sztorinak a számottevő része arról szólt, hogy a GPS rendszerbe bele tud kavarni, és hogy ez milyen borzasztó, hogy itt látszik, hogy milyen millió szállal függ az életünk a GPS és hasonló rendszerektől, a Galileo rendszertől. Szóval léci egy ilyen általános bevezetést, hogyha adnál erről az egészről, azt nagyon megköszönném a hallgatók nevében is. Mindenképpen. Igen, először is a nevek kapcsán, ugye nyilván mindenki azt mondja, hogy ha navigáció, akkor GPS, ez a helytelen, tehát hogy ez így a népnevelés célja, hogy a GPS az egy konkrét típusú rendszer, és igen, ez a GNSS rendszer, tehát ez a Global Navigation Satellite System, tehát hogy a globális műholdas helymeghatározó rendszerek, és ennek vannak különböző verziói, amik tipikusan, illetve hát a Galileo előtt ezek tipikusan egy-egy országhoz köthetők. Ilyen például Amerikában a GPS, de ilyen például Oroszországban a GLONASS, vagy Kínában a Beidou. Ami ezeknek az érdekessége, illetve ezen felül még vannak ilyen úgynevezett regionális műholdas rendszerek, tehát hogy más országoknak is, például Indiának van olyan műholdas rendszere, ami egy bizonyos földrajzi, nagy kiterjedésű lokáció felett ugyanolyan navigációs adatokat ad, viszont nem az van, mint mondjuk ezek a rendszerek, hogy ez ténylegesen globális, tehát hogy az egész földfelszínre fedik. És ami érdekes ezekben a rendszerekben, tehát hogy ami egy eltérés így a Galileóhoz képest, hogy ezek tipikusan katonai rendszerek, tehát hogy katonai célokra lettek fejlesztve, és ahogy így az évek haladtak, tehát hogy például volt azt hiszem 2001-ben, amikor a GPS-nek volt egy ilyen rendszer szintű zavarása az Egyesült Államok által, tehát hogy az, hogy a civil felhasználásra egy jóval pontatlanabb, ilyen, szerintem ilyen 10 méteres nagyságrendű pontosságot lehetett addig elérni, és akkor ezt így egy januári reggelen kikapcsolták egy pici ilyen nyúlfartnyi kitérés, hogy ekkor kezdődött az én kedvenc játékom, amit geocachingnek hívnak, tehát hogy GPS segítségével kell eldugott kincseket megkeresni. És hogy amikor a Galileo ötlete így felmerült, akkor egyrészt ugye az volt a cél, hogy legyen egy ilyen össznépi európai rendszer, a másik pedig az, hogy próbáljunk meg egy olyan rendszert csinálni, aminek az elsődleges felhasználása civil, tehát hogy nincsen katonai felhasználása. És az első műhold 2005-ben ment föl a Galileo kapcsán. 2005-ben és 2008-ban ment föl két műhold, ezeket Giove A-nak és Giove B-nek hívták. Itt az IOV, az az In Orbit Validation, tehát hogy gyakorlatilag az orbit, tehát hogy a pályán való tesztelése ennek a kis mini két műholdról álló rendszernek. Ez volt tehát 2005 környékén? Vagy, igen, most lestem egyébként, tehát igen, hogy ez 2005-ben, meg 2008-ban. Én meg azt lestem, hogy persze ez egy betűszó, de hogy ugye attól, de a Giove, vagy Giove, ugye hát attól függ, hogy éppen hogy mondjuk, de hogy valójában az is egy olasz település. Ugye, mert ugye a Galileo is, ugye Galileo Galileiről van elnevezve az egész rendszer, és azt látom, hogy egyébként Olaszországban Terni megyében egyébként létezik ez az 1852 fős Giove nevű település. Hát igen. Wow. Biztos ez sem véletlen, ugye, mert az űrkutatásban, űrtevékenységben dolgozók imádják a betűszavakat. Na ja. Egyébként érdekes tehát, hogy az olasz kapcsolat, mert ugye beszéltünk már a München melletti furcsa nevű településről, de hogy nem egy darab irányító központja van a Galileónak, hanem 2, és a másik pedig az pont Olaszországban van, Fucinónak hívják, és ez a két központ, ez egyébként így egymásnak a kvázi bekapjai, tehát hogy így helyettesei. A földi irányítórendszernek van két nagy része, az egyik a GCS, ezt ilyen kontrollszegmensnek hívják, én ebben dolgozok például, illetve van a GMS, amit mission segment, ez főleg ilyen telemetria adatok, illetve ez a nagyon-nagyon precíz óra adatok, ami alapján ugye ez a navigációs óra működik. Ennek a rendszernek Olaszországban, tehát hogy ez a Fucino nevű űrközpontban van így a fő hadiszállása, de egyébként, hogyha bármi probléma történik valamelyik központtal, akkor a másik az relatíve nagyon gyorsan így át tudja venni az irányítást, és tudja kezelni az összes adatot onnan. Most emlegetted az időszinkronizációt, meg az órákat. Én most javíts ki, a tévedek, vagy mondd el igazából helyesen, de nekem én úgy tudom, hogy ugye van egy csomó ilyen műhold, nem is tudom, hogy Galileóból mennyi van, azt tudom, hogy az AMCI GPS működéséhez kell minimum 24, amik ilyen jó messze vannak, olyan 20 000 kilométer körüli pályamagasságon, és hogy minden egyes műholdban van egy atomóra, amik ugye nagyon precízen össze vannak szinkronizálva, és egyszerre pittyegnek, és ők ezeket az órajeleket szórják, és amit az én kütyüm csinál, mondjuk a zsebemben, ami megmondja, hogy hol vagyok, az igazából azt csinálja, hogy hogy ugye az órajelek, meg a jelek alapján, amit küld a műhold, abból ugye kiderül egyrészt, hogy az adott műhold hol van, másrészt, hogy az időkülönbségből, ami a különböző műholdakról bejön a jel, ami ugye nagyon pontosan időben össze van szinkronizálva, lényegében ki lehet háromszögelni, hogy hol vagyok én, csak ahhoz kell minimum 3, meg gondolom a hiba csökkentésére plusz 1, tehát kell minimum 4 műhold, és akkor valahogy így képzelem, hogy akkor lényegében a varázslat az az én zsebemben történik meg. Tehát, hogy a műholdak igazából semmi más nem csinálnak, csak pittyegik a kis jeleiket, de lehet, hogy ezt teljesen rosszul képzelem. Úgyhogy igazából ez a kérdés, hogy ezek a GNSS rendszer, vagy hogy az is kérdés, hogy van-e különbség? Tehát a GNSS rendszerek hogy működnek, illetve hogy mindegyik ugyanúgy működik-e ebből a szempontból? Oké. Igen, tehát, hogy alapvetően teljesen jól elmondtad, tehát, hogy én csak ismételni tudlak. Jó, ez meglep, mondjuk, mert meggyőződésem volt, hogy valamit biztos félreértettem. Nem. Tényleg a zsebedbe történik a varázslat, tehát, hogy ott a vevőkészülékekben. Alapvetően, hogy is kezdjem? Tehát, hogy például itt a GNSS rendszerekben van egy olyan kifejezés, úgy hívják, hogy PNT, egy ilyen betűszó, ami azt mutatja, hogy position, navigation and timing, tehát, hogy pozíció, navigáció és timing, mint idő ablak. És ez is mutatja, hogy amit elmondtál, az tök fontos, tehát, hogy az egy dolog, hogy a műhold éppen hol van, az, tehát, hogy mi a pozíciója, mik az egymáshoz képesti helyzetek, viszont ugye nagyon-nagyon fontos az, hogy ahhoz, hogy ezt a borzasztóan precíz időt ezt meg tudjuk, vagy borzasztóan precíz, akár tényleg centiméter alatti pontosságot elő tudjuk hozni a műholdrendszereinkkel. Ezért nagyon fontosak, tehát hogy tényleg tipikusan ezek az atomórák, és igen, gyakorlatilag a műhold tudja magáról, hogy hol van, tudja, hogy mennyi az ő saját rendszerideje, és akkor gyakorlatilag ezt csipogja, pittyegi lefele. De várjál, és a műhold honnan tudja, hogy hol van? Mert azt nem mondhatod, hogy megnézi a GPS-t, mert ő az. Körbenéz. Igen? Tehát a többi műholdhoz képest mondja meg, hogy hol van ő? Vagy azt ti lentről nézitek valami radarokkal? Vagy, tehát, hogy ez hogy? Tehát, hogy alapvetően a minden műholdnál, tehát, hogy van egy ilyen ADCS nevű rendszer, ami ez az Attitude Determination, gyakorlatilag a pozíció meghatározás. Ez az egyik része, tehát, hogy a műhold az tudja azt, hogy a pályáján ő hol helyezkedik el, illetve, ami nagyon fontos, az az, hogy milyen irányban néz. Tehát, hogyha mondjuk én kint vagyok az utcán, és kint vagyok az utca sarkon, és azt mondom, hogy megyek előre 100 métert, az tök jó, viszont ugye tudnom kell, hogy mielőtt én elindulok előre 100 métert, akkor én pontosan melyik irányban nézek, mert hogy ettől is függ, hogy én pontosan... Nem mindegy. Illetve vannak ezek az úgynevezett TLA, ilyen two-line element, ami gyakorlatilag magukat az egyes műholdaknak, vagy az egyes égi objektumoknak a pálya adatait koordinálják. És akkor gyakorlatilag ezek vannak, tehát konkrétan ez a GMS, ez a mission segment, az ezeket az adatokat csomagolja egyben, tehát hogy ott a pozíciós adatokat, a navigációs adatokat, illetve az időadatokat folyamatosan beszélgetnek a műholddal maga a rendszer, és ezeket pontosítják. De hogy azért, ugye nyilván egy átlagos műholdnak is illik tudnia, hogy hol van, de azért ennek meg aztán... Nem árt, igen, de hogy ennek meg aztán főleg, tehát ez a centiméteres pontosság, ez nagyon durva. Na igen, ezt értem. Jó, de akkor azt mondtad, hogy általában atomórák. Az is lehet, hogy más, tehát van olyan, mondjuk, mit tudom én, a kínaiban, vagy az ruszkiban, vagy ezt nem lehet tudni, amiben nem atomóra van például? Vagy van bármi más módja, amivel ilyen pontossággal lehet időt mérni. Mert mégis a helymérés pontossága és az időmérés pontossága az ugye baromira szorosan összefügg, ugye konkrétan a fénysebesség teremti meg a kapcsolatot a kettő között, de hát az ugye rohadt gyors a fény, ugye? Ugye? De hát, hogy itt mik ezek, ilyen pikoszekundumok? Vagy mi? Milyen pontosság? Mindegy, el se tudjuk képzelni, de te biztos el tudod képzelni. Szóval én nem, tehát hogy az igazság, hogy ugye most mondtad ezt a kérdést, hogy pontosan milyen rendszerek vannak a többi GNSS rendszerben, nem tudom. Tehát, lehet, hogy nem is tudhatod, mert mondtad, hogy azok mind katonai rendszerek. Igen, ez egyébként ez is egy nagyon érdekes dolog, tehát hogy nyilván ugye beszéltünk, vagy tehát, hogy így már röviden így felhoztad így a napviharok kapcsán, hogy így mennyi minden épül a műholdrendszerekre, de hogy egyébként szerintem ez egy annyira mély téma, hogy nagyon sokan nem tudják, vagy nem veszik mondjuk észre azt, hogy ténylegesen így a mindennapi életben egészen inci-vinci dolgok is mondjuk különböző navigációs műholdrendszereknek az adatain dolgoznak. És éppen ezért egyébként annak ellenére, hogy mondjuk a Galileo tehát ugye a Galileo nem egy katonai rendszer, tehát hogy egy civil rendszer, olyan kritikus infrastruktúrák épülnek rá, hogy azért itt is nagyon erősen meg van határozva, hogy mondjuk az a több száz ember, aki a műholdrendszereken dolgozik, az éppen az adott rendszernek melyik ilyen puzzle darabkájához fér hozzá, és melyik sok puzzle darabkájához nem fér hozzá. Na most ugye éppen ezért ugye az van, hogy azt hiszem, hogy a Galileo használatát azt ilyen módon egyáltalán nem lehet korlátozni, ugye? Tehát ez azt jelenti, hogy mondjuk teszem azt, mondjuk egy európai országot megtámadni szándékozó ország, például katonai navigációra például minden további kategória nélkül tudná használni az európai műholdrendszert, igaz? Tehát mondtad, hogy az amcsiknál volt ilyen zavarás, vagy lehet, hogy az amcsiknál van egy polgári frekvencia, meg egy katonai, és akkor az egyik azért mondjuk egy más kódolással, amit nem kötnek az orrunkra, mondjuk lehet, hogy egy jobb minőségű jelet sugároz, vagy valami. Meg emlékszem, régen olyan is volt, de hát, hogy az már nincs, hogy az amcsi rendszert, és azt most mondtad, hogy mondtuk, hogy a csoda a zsebünkben történik meg, de lehet, hogy maguk a GPS áramkörökben volt olyan tiltás, vagy a processzorokban, nem tudom mi, de hogy régen az volt, hogy az amcsi rendszert az valahány kilométeres fölötti magasságon nem lehetett használni, mert blokkolták, hogy a polgári userek ne használhassák, mert az már kicsit gyanús, hogyha valaki 30 km, vagy 40 kilométeres magasságban, mondjuk pont ilyen stratoszféra ballon eregetők, mint te. Igen. De hogy ez van. Gyűjtöm a válaszokat. Van, igen, nagyon. Hogy ez van. De, na, szóval két kérdés. Egy, hogy a Galileo az tényleg olyan, hogy bárki használhatja, vagy adott esetben lehet ilyen tiltást vezetni, és hogy kettő, azok, amikre így homályosan emlékezni vélek az amerikai rendszerekből, azok vannak-e még? Uh-huh. Igen, ezek. Okay. Ez a két kérdés lényegében. Ó, és erre szerintem legalább 6 válaszom lesz. Jó, úgyhogy... én nagyon örülök, ha elmondod mindet, és addig csöndben is maradok. De, tehát alapvetően, ugye, ami az érdekes, tehát hogy ez a tiltás, meg ez a zavarás rendszer, nyilván kettő vége van magának a rendszernek. Az egyik az, hogy ott vannak maguk a műholdak, amik sugározzák ezeket az adatokat, illetve ott vannak maguk a vevők, akik mondjuk a te zsebedbe, vagy az én zsebembe veszik a különböző műholdaktól a kapott adatokat. Na most az a tiltás, ami egyébként például a GPS-ben 2001 előtt megvolt, az a műhold oldalán, tehát hogy az a sugárzott jel oldalán volt, így gyakorlatilag a frekvenciát zavarták egy olyan módon, hogy csak a katonai vevőknek volt meg az a kulcs, amivel ezt a zavaró frekvenciát, ezt így szépen le tudták, nem tudom, így le tudták vágni róla, és akkor megvolt maga ez a pontosabb frekvencia. Tehát, hogy ott konkrétan maga ez a sugárzott jel volt egy olyan extra kódolás volt rajta. Viszont ami így mostanában, és szerintem egyre nagyobb téma, az az, hogy nyilván magukat ezeket a frekvenciákat, tehát ugye az, hogyha neked van egy vevőd, a Földről, tehát hogy mondjuk a Föld felszínről is lehet zavarni. És akkor ilyenkor van egyébként tipikusan a GPS spoofing, ami, illetve a jamming, tehát hogy mondjuk jamming kapcsán, amikor azt mondod, hogy van egy nagy erejű antennád, amit kiraksz, és gyakorlatilag olyan zavaró rádióéleket sugárzol, amivel egy a körülötted levő GPS vevők megborondulnak. Tipikusan egyébként mondjuk ilyen háborús övezeteknek a szélén van, és nyilván ez mondjuk egy ilyen zavarójel kapcsán azért összetud az kavarodni, hogy ezeket, hogy mondjuk egy háborús övezet kapcsán azért ezt a civil lakosság is lakosság is érintett. Illetve a másik, ami egy nagyon érdekes, ez a spoofingnak hívják így a szakirodalomban, ami azért érdekes, mert gyakorlatilag, hogyha műholdakat fejlesztesz, akkor egyébként csinálsz GPS spoofingot legálisan, sőt, hogyha mondjuk egy önvezető autót fejlesztesz, mivel gyakorlatilag egy GPS jelet generálsz mondjuk tesztelésre. Csak ugye ennek van egy olyan alkalmazása is, amikor egy olyan jelet visszajátszol, ami kicsit meghűíti magukat a vevőket, és azt hiszik, hogy én mondjuk nem itt vagyok, hanem mondjuk 300 kilométerrel odébb vagyok. És egyébként, tehát, hogy itt ezek a lehetőségek megvannak, ugye nyilván az a kérdés, hogy mire használod. Tehát, hogy ezt lehet arra használni, hogy te mondjuk egy éppen készülő műholdat, vagy egy stratoszféra ballon tesztelj, tehát, hogy a GPS vevőjét, vagy lehet arra használni, hogy egyébként polgári vagy katonai alkalmazásokat megzavarj. Igen. Illetve még eszembe jutott még egy kérdésed, ugye volt ez a bizonyos magasság felett a GPS modulok, hogy nem működjenek. Ez még jelenleg is megvan, ezt COCOM Limitnek hívják, és gyakorlatilag az a cél, hogy senki ne készítsen otthon a kis kertjében ballisztikus rakétákat. Vagy ha készít, az ne tudjon navigálni. Igen, én most egyébként így eszembe jutott az űrtábor, amikor vízrakétákkal rendetlenkedtünk. Tehát, hogy igen, vannak gyerekek, akiknél ez ténylegesen komoly probléma. Itt gyakorlatilag ez a COCOM Limit, ez két típusú, az egyik az, hogy bizonyos magasság felett, ez tipikus 18 km magasság felett lekapcsol a GPS modul, illetve bizonyos... De az a te oldaladon kapcsol le, ugye? Tehát, igen, hogy igen, a műhold szegény, ez csak szórja a jelet. Nem, tehát hogy a műhold az csipog, a műhold az kapcsolja le, hanem maga a vevő modul, illetve bizonyos sebesség felett. És akkor azzal lehet játszani, tehát hogy itt a magas légköri, tehát vagy a stratoszféra projektünkben ott mi azzal játszottunk, hogy olyan konkrét modulokat kerestünk, ami csak a magasságra, nem a magasságra, ami csak a sebességre érzékeny, tehát gyakorlatilag 30-30 km magasan is sikeresen tudtuk venni a jeleket. Hiszen nem voltunk ballisztikus rakéta nagy sebességgel. És ez nem ide tartozik, de akkor erre is tudni fogod a választ, mert ugye én egyszer repülőgéppel, nincs semmi köze a GPS-hez, egyszer átrepültünk Izland fölött, amikor Amerikába mentünk, és legnagyobb megrökönyödésemre kaptam egy SMS-t, mert rossz módon nem kapcsoltam ki persze a telefonomat, mondtam, hogy 10 kilométer magasan úgy sincs mobil vétel, és akkor egyszer csak kaptam egy SMS-t, amit meg is tartottam, hogy üdvözöljük Izlandon. Tehát, hogy konkrétan a mobil hálózat, hát a mobil cella információ lehetett róla Izlandból, Pedig én azt hittem, hogy mondjuk 10 kilométer magasan az már tuti, hogy nincs. Tehát, hogy azt meg tudom, hogy a stratoszférás ilyen reptetésekkor az emberek, talán te is mesélted nekem, hogy igen, szerintem te mesélted nekem, hogy egy konkrétan, amikor lepottyan a ballon, akkor egy SMS-t küld. Tehát egy igazi, tisztességes SMS-t. Szóval a mobilvétel az hány kilométeren kapcsol ki úgy általában, vagy be? Vagy ez hogy van? Egyébként ez külön téma, tehát hogy ez a stratoszféra ballonok esetében ott az ereszkedésnek egy bizonyos pontján, amikor már olyan kvázi újra alacsonyan van, hogy tud a földi hálózathoz csatlakozni. Most őszinte leszek, nem tudom, hogy például ez az izlandi SMS, ez hogy... Én nagyon csodálkoztam. Hogy egyébként például, nem tudom, valahogy valami átjáttóként, tudom, rejtély, mindegy, kedves hallgatóink, hogy tudják, hogy volt ez. Én emlékszem, körülbelül 11 kilométer magasságot írt ki ott a kijelző rendszer, és akkor egyszer csak jött az SMS, hogy üdvözöljük Izlandon. Amúgy tényleg Izland fölött repültünk, tehát ez korrekt, csak egy... Na jó van, szóval érdekes, de akkor a GPS bezzeg, akkor 37? Ja, az biztos mérföld miatt jön ki ilyen hülyén, ugye? Hogy ez amit mondtál, hogy hány 18 kilométer? Igen. Biztos, mert ezen furcsa szám, hogy ez a 18, de hogyha megszorozzuk, ugye, mit tudom én, veszük az 5/8-át, akkor lehet, hogy ez egy normálisabb szám. 11,5. Aha, hát, na minden, jó. Én okay. Nem érzem ezt annyira. Nem, tényleg nem. Tehát, hogy... Ezt valami okos emberek meghatározták, hogy a fölött illik tiltani. Igen, de most jó. Azt hiszem, hogy mindenki rá fog keresni utána, hogy a COCOM Limit az miért 18 kilométer. Én biztos, hogy így rá fogok keresni. De biztos, hogy azok az emberek, akik meghatározták a COCOM Limitet, nem kilométerbe szeretnek mérni. Mert azok olyan amerikai katonaszféleségek. És ha már itt tartunk, a Galileo kapcsán ugyanazt mondtad, hogy az nem katonai, viszont nem is az Európai űrügynökség csinálja. Vagy ugye, tehát ez az Európai Uniónak a projektje. Mi ennek az egésznek a szervezeti háttere, vagy hogy van ez? Ó, ez nagyon szép. Mennyi időnk van? Figyelj, van még. Igazából 20 perc, az még biztos. Jó, szóval igen, tehát hogy alapvetően így a megrendelő az Európai Bizottság. Viszont, de az Európai űrügynökség csinálja, mert hogy az Európai Bizottság gyakorlatilag két kvázi ügynökséget, hát ügynökség igazából igen, bízott meg. Az egyik a maga a Galileo fejlesztésével és integrációjával, ez az Európai űrügynökség, és a másik pedig az egésznek a működtetésével, tehát ez az operation rész, ezt pedig EUSP-nak hívják, tehát hogy ez is egy agency. Én most konkrétan egyébként az ESA-nak dolgozom, tehát hogy én konkrétan a fejlesztés részen dolgozom, és mondjuk az operáció kapcsán, annak ellenére, hogy itt egyébként nagyon sok minden automatizálva van, gyakorlatilag az irányító teremben azért 0-24-ben ülnek operátorok, tehát ami nagyon mókás, mert Oberpfaffenhofen kint van a város határában, tehát hogy ott ténylegesen vannak, akik mondjuk hajnali 2-kor kibumliznak oda, mert mondjuk hajnali 3-kor kezdődik a műszakuk. És pocsom, úgy van, hogy te is ilyen ember vagy? Nem, én nem. Jó, oké. Ugye most a felbocsátás kapcsán volt róla szó, hogy van-e olyan, hogy ez az ilyen úgynevezett on-call, aztán végül erre most így nem volt szükség, de hogy egyébként, mit tudom én, van nagyon kedves barátnőm, akivel mondjuk úgy tervezzük a szombati kirándulásainkat, hogy vannak olyan bizonyos napok, amikor ő gyakorlatilag on-call, tehát hogyha bármilyen probléma van, akkor ő egy ilyen neki bizonyos, hát ez ilyen informatikában szokásos, tehát hogy bizonyos időn belül így ezekre azonnal reagálnia kell, és van ennek egy Van ennek egy olyan folyamata, hogy mikor, melyik csapat, hogyan, ki válaszol. Én inkább egy picit az előre tervezés részében vagyok benne, tehát, hogy vannak ilyen különböző tervezős megbeszélések, amikor gyakorlatilag azt egyeztetjük le, hogy nyilván az üzemel, tehát, hogy egyrészt folyamatosan életbe kell tartanunk a műholdakat, magát a rendszert fejlesztjük, és gyakorlatilag minden egyes ilyen kis aktivitást így úgy kell tilitoliznunk, hogy ez egy stabil rendszerként folyamatosan fejlődjön. És én egy kicsit inkább így ezben az előretekintős, tervezős részben szeretek lenni, de egyébként mondjuk vannak olyan barátaim, kollégáim, akik inkább erről, tehát akár mondjuk a műhold üzemeltetésben, vagy minden ilyesmi szeletekben vesznek részt. És egyébként te beszélhetsz arról, és ha beszélhetsz, akkor beszélsz arról, hogy úgy egészen konkrétan például a legutóbbi, a műholdjaid kapcsán, amit ugye májusban startoltak. Április igazad van, így van, igen, csak májusban posztoltad, hogy egy hete mentek fel, igen, így van. Szóval, hogy az van, hogy arról tudsz-e valamit mesélni, úgyhogy a földi halandók is megértsék, hogy konkrétan mi az, amit neked kellett ehhez csinálnod. Tehát, hogy én ebben az úgynevezett GCS rendszerben veszek részt komolyabban. Ez a kontrollszegmens, ami gyakorlatilag ezeket és a többi műholdat irányítja. Tehát, hogy minden egyes kis parancsot, hogy kedves műhold, fordulj most jobbra, vagy kedves műhold, most ezzel a földi állomással beszélges, azt ezen a nagy összetett rendszeren keresztül adjuk le. Tehát, hogy ami nekem egy nagyon érdekes tapasztalat volt, az az, hogy amikor ez a két műhold konkrétan erre a rendszerre rácsatlakozik, tehát, hogy hozzáadódik, mert hogy ez egy úgynevezett konstellációnak hívják, tehát, hogy itt nem az van, hogy van egy műholdunk, hanem, hogy konkrétan van egy úgynevezett konstellációnk, ahol a műholdak így egymáshoz képesti helyzete is fontos. És az, hogy ezek a műholdak, tehát például egy konkrét példa, hogy vannak bizonyos ilyen műhold irányítással kapcsolatos ilyen szabályok, hogy minden egyes műholdat egy bizonyos időablakon belül újra és újra el kell érnünk. Tehát, hogy mondjuk, mit tudom én, két műhold kontakt között nem maradhat ki egy bizonyos időnél több. És nyilván ez nagyon függ attól, hogy van most kb. 30-32 műhold, meg van 7 földi állomás, ez a 7 földi állomás, ez így a világ különböző pontjain, tehát hogy ezeknek van azért egy fizikai látótávolságuk, és akkor gyakorlatilag ezt egy ilyen automata rendszer megtervezi, amit aztán emberek így kézzel átnéznek, hogy ne legyen benne semmi gebasz, vagy ne legyen benne semmi átlapolódás, és gyakorlatilag én ezeken a rendszereken dolgozom. Tehát, hogy ezeken a... Hát azért azt gondolom, hogy érezheted a felelősséget nap, mint nap. Na most, ez kemény, de... Az is van, hogy mondtad, hogy 32 műholdat említettél? Hát ezt is meg kell néznem. Mindegy, de a kérdésem az, hogy ez a Galileo rendszer, ez készen van? Tehát, hogy igazából a 32 az soknak tűnik, tehát én azt gondolnám, hogy készen van, de őszintén szólva én ezt nem annyira követtem az elmúlt 20 évben, amióta úgy mennek föl, a Giove óta, vagy mi az a Giove, vagy mi óta, az első tesztek óta, hogy ez már teljes egészében működik, vagy előfordul, hogyha az ember csak Galileo vevőt használ mondjuk a telefonjában, akkor van olyan, hogy mondjuk nincs vétel, mert nincs elég műhold. Ez működik, tehát hogy ez teljesen készen van, és egyébként, ahogy én olvastam, nem annyira, tehát hogy újra kezdem, tehát hogy működik teljesen, illetve azért a legtöbb vevőnekben, tehát hogy akár a telefonunkban, akár mondjuk egy kézivevőben már eléggé alapvető, hogy Galileo műholdakat is használ maga a vevő a háttérben. Ez szerintem inkább egy picit egy ilyen megszokás, hogy mindenki azt mondja, hogy jó, akkor igen, a GPS. Persze. Ez világos, de egyébként ez tök érdekes, hogy én is úgy gondoltam, hogy esetleg még talán a Weibo, vagy hogy mondtad a kínainak a nevét? Beidou, igen. A Beidut is te lehet, hogy használja, de hogy vajon vegyesen is tudja használni? Igen. Mármint, hogy mit tudom én, van fölötted 4 műhold, de abból mondjuk 1 Galileo, 1 GPS, 1 Beidou, meg negyedik, meg mondjuk itt egy másik Galileo, hogy ebből ő tud pozíciót csinálni? Vagy azért kell, hogy ugyanabból a fajtából legyen 3 vagy 4? Hát szerintem alapvetően látsz mindig 3-4-et egy fajtából is. Ja, értem. Hogy szerintem ez egy picit ilyen... Elvi kérdés. Igen, tehát hogy ez egy kicsit hipotetikus kérdés jelenleg. De hogy... Igen, tehát hogy gyakorlatilag ugye pozíciót mérsz, tehát hogy gyakorlatilag az, hogy ha van igazából most legyen az műhold, legyen az alma, legyen az nem tudom, gumilabda, tehát hogyha van 3 gumilabdád, aminek tudod azt, hogy mikor, milyen pozícióban van és mennyire van távol tőled, akkor te ki fogod tudni számolni a saját helyzetedet. Ja, persze, igen, én is így gondoltam, csak arra gondoltam, hogy ha esetleg valami IT-ügyi marhaság miatt nem működik, de valószínűleg működne ebben az esetben is. Hát ez csodaszép. Ugye, na jó. Ugye csak még annyi, hogy mondtad, hogy készen van-e a Galileo rendszer. Igen. Tehát, hogy készen van, ez most az FOC, tehát ez a Full Operational Capability szakaszban vagyunk. Van egyébként már még 8 műhold, ami elkészült, és ami felbocsátásra vár. Ebből 2 idén még fel fog menni. És egyébként már tervezés alatt van az úgynevezett G2, tehát hogy ez a Second Generation Galileo rendszer, ami a tervek szerint 2026 környékén lesznek az első műhold felbocsátások. Tehát, hogy ez egy folyamatosan fejlődő rendszer, és nem az van, hogy na, akkor most készen vagyunk, és akkor ez a Galileo, és akkor innentől már csak így lepotyognak a műholdak, hogyha elfáradnak, hanem hogy egy ilyen folyamatos fejlesztés alatt van a rendszer, és új műholdak, új rendszerek, ami majd egy érdekes átállás lesz. És akkor tartalékban is van, nem? Tehát, hogy mondjuk biztos mindig több van fönt, mint amennyi kell. Mert igen, ha az egyik bedöglik, akkor átveszi. Igen, tehát hogy például közbevágtam, itt a Giove műholdak, ők már nem. Nem működnek. Aha. Ja, igen, ilyesmire gondolok, mert az amerikaiak is mindig küldik föl az újabb és újabb GPS-eket. Hát igen, érdekes dolgok ezek. Na jól van, hát az az igazság, hogy lassan közeledünk a végéhez, de azért a jövőről még kérdezgetnélek, mert most azért már így kanyarodtál erre a Generation 2-re, hogy 2026 meg minden, de ezen kívül mi a stratégiai terve mondjuk akár az Európai Bizottságnak, akár az ESA-nak, vagy akár úgy személyesen ott nektek, akik ott vagytok? Tehát most milyen problémák vannak, amik olyan izgik lennének, és meg kéne oldani még ebben a rendszerben, hogy hova lehet ezt még egyáltalán fokozni? Hát szerintem, ami nagyon-nagyon érdekes lesz, az időszak, amikor hát gyakorlatilag hanem hogy lecseréljük a teljes rendszert, tehát gyakorlatilag ezek a második generációs Galileo műholdak szépen elkezdenek felmenni, és gyakorlatilag ugye itt ez a fázis, hogy az in-orbit validation, tehát hogy a pályán való tesztelés, ugye nyilván a Földön nagyon sokat tesztelik magukat a műholdakat, de van egy csomó olyan dolog, amit ténylegesen csak a pályán fent lehet tesztelni, és akkor nem az lesz, hogy így elkezdik, ugyanúgy, mint a Galileónál, hogy nem az lesz, hogy elkezdik felbocsátani a műholdakat, mondjuk egyszerre 30-at, hanem mondjuk felbocsájtanak egy kör, 2, 3, 4 műholdat, és bizonyos funkciókat finomítanak, tesztelnek. És mindeközben ezt úgy kell csinálnunk, hogy legyen egy olyan rendszerünk, ami stabilan működik, tehát hogy az első generációs Galileónak a műholdjai az ugyanúgy stabilan és pontosan adják a navigációs jeleket, és egyébként már ebbe a rendszerbe beleintegráljuk ezeket a kicsit kísérleti fázisban első tesztelés alatt álló ilyen első műholdakat, és ez nyilván, mint minden ilyen nagy szoftverrendszer, szoftver-hardware rendszer, átállás az egy érdekes téma, főleg úgy, hogy egy csomó kritikus infrastruktúra fut rajta. Jó, hát ez nagyon izgalmas. Akkor ellesztek még ezzel 1-2 évig, úgy látom. Igen, na, én is jó. Na, hát itt sajnos közben szépen lassan, de komótosan, de nagyon érdekesen letelt az egész adásidő. Úgyhogy hát nem maradt más hátra, mint hogy megköszönjem neked a fantasztikusan informatív részvételt. Én nagyjából 4-szeresére nőtt, vagy 5-szörösére, de lehet, hogy 10-szeresére a globális navigációs műholdrendszerekről való tudásom nekem, neked köszönhetően, és hát remélem a hallgatóknak is azért elhangzott 1-2 új információ. Nagyon sok sikert kívánok neked, meg jó egészséget, meg mindenfélét, amit ilyenkor lehet, hogy épüljön, szépüljön a Galileo rendszer, és hát akkor hajrá a következő generációhoz is, és persze majd alkalomattán, ha majd újabb műholdjaid lesznek, akkor azért majd még várunk vissza szeretettel a Szokolébresztőben, mert úgy gondolom, hogy lesz itt még érdekesség a következő években azok alapján, amit elmondtál. Szóval köszönöm szépen még egyszer. Én is nagyon köszönöm. És a hallgatóknak meg köszönöm a figyelmet, 2 hét múlva újra lesz Szokolébresztő, addig is hát hallgassátok vissza a korábbi adásokat, akár a Tilos Archívumban, akár a Parallaxisnak mindenféle platformjain, a YouTube-ról, a Soundcloud-on, az mit tudom én, iTunes-on, meg ilyen hasonló valamiken keresztül. Mind-mind elérhetitek. Szerdától ezt is, amit most beszéltünk Zsófival, de az korábbi mintegy 180-valahány rengeteg adást is, annak a nagy részét szintén vissza lehet hallgatni. Szóval tegyetek így, és 2 hét múlva találkozunk további. Jó napot és jó hetet kívánok mindenkinek. Sziasztok! Nem volt elég a tudományból és a fantasztikumból? Olvasd a parallaxis.emtv.hu, lájkold a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgasd a Szokolébresztőt a Tilos Rádióban. Hamarosan jön a következő rész.